Van folytatta kampány körútját Donald Trump, ahol egy foci meccsen vett részt. Korábban Dél-Dakotában tett látogatást, ahol az ottani kormányzó hivatalosan is bejelentette a támogatását. Donald Trump nagy előnnyel vezeti a republikánus elnökjelöltek népszerűségi listáját. Átlagosan 40 ponttal előzi meg a második helyen álló Ron DeSantis floridai kormányzót. Hatalmas ovációval köszöntötték Donald Trumpot Iowában, ahol egy egyetemi futballmérkőzésen vett részt szombaton. A helyszín szimbolikus, hiszen 2024. januárjában ebben az államban kezdődik majd a republikánus párti előválasztás, amelynek az egyik legnagyobb esélyese a volt amerikai elnök. Azt hiszem, a fiatalok kedvelik Trumpot, mi pedig szeretjük Iowát. Tegnap este érkeztünk Dél-Dakotából, ahol a kormányzó a támogatásáról biztosított, és most itt vagyunk. Hihetetlen ez a fogadtatás, mondta Donald Trump. Ezután aláírt egy amerikai focilabdát, és nagy lendülettel az újongó tömegbe dobta. Trump támogatását Dél-Dakota kormányzója egy kampánygyűlésen jelentette be pénteken, amelyen a volt elnök több ezer híve vett részt. Az egyetlen ember ebben a versenyben, akiben megbízom, és aki bizonyos ügyekben majd megteszi azt, amit meg kell tenni, az Trump elnök, mondta a kormányzó. A bejelentést hatalmas taps követte, Donald Trump pedig megköszönte a bizalmat. Ez most a valaha volt legfontosabb választás, különben az országunk a pokolra jut, fogalmazott Donald Trump. Noha a volt amerikai elnök ellen az elmúlt 4 hónapban 3-szor emeltek vádat, ma republikánus párti elnökjelöltségre pályázó 8 politikus közül továbbra is torony magasan vezeti a népszerűségi listákat. Az augusztusban végzett felmérések szerint Iowában a megkérdezettek 42%-a Donald Trumpot, míg riválisát Ron DeSantis floridai kormányzót 19%-uk támogatta. Donald Trumpot augusztus végén egy atlantai börtönben bűnügyi nyilvántartásba vették. Azzal vádolták, hogy megpróbálta manipulálni a 2020-as választási eredményeket Georgiában. A volt elnök rabosítási fotója bejárta az internetet. A fotó viszont kapóra jött Donald Trumpnak. Támogatói egyetlen nap alatt több mint 4 millió dollárt adtak neki a kampányára. A jogi eljárások nem gyengítették Donald Trumpot a republikánus elnök jelöltségét folytatott versenyben, ezt írja a BBC. Szerintük a vádemelések valójában megerősítették a volt elnököt. Hasonlóról ír itthon a Mandiner is. A lap véleménycikke úgy fogalmaz, Trump kíméletlenül halad előre, senki sem tud fogást találni rajta. Sőt, mintha még az ellene folyó eljárások is csak erősítenék.